Kezdődik a 2023-as VRC szezon, sziasztok! Itt vagyok ismét Monte Carlóban, gyönyörű az idő. És most, amivel kezdeni fogom ezt az évet, az nem más, mint a Fordnak a hivatalos képeit el fogom készíteni. Jön majd a 2 darab VRC, illetve a pilóták, majd aztán a csapat is ide fog állni a képekre. Úgyhogy reggel már itt voltam a Fordtól Szebbel és Emilyvel, kiválasztottuk a lokációt, hogy hol fogjuk ezeket a képeket megcsinálni, és úgy számoltuk, hogy körülbelül egy 20 perc múlva lesz a legszebb a nap majd a háttérbe, illetve a fények. Úgyhogy nagyon várom már, hogy elkezdődjön az idei szezon, holnap majd a Shakedown 9 óra után, de először nézzük meg, hogy milyenek lettek ezek a képek, már hallom a háttérben, hogy érkeznek a versenyautók.
is indultunk az első szakaszon, megyünk a Turini hágóra, megnézzük, hogy milyen lesz az első gyorsasági szakasz itt a Monte Carlo Rallyn 2023-ban. Tegnap volt szerencsém az M-sportos Fordos fotózás után ottanaknak a legújabb Ford Puma VRC-jébe beülni, és avval mentünk vissza a szervizálásba. Hatalmas élmény volt ebbe az autóba ülni, és azt kell róla tudni, hogy ez egy teljesen új versenyautó, összesen 30 kilométert mentek vele, azt is ott az M-sportnak a bázisán, a tesztpályán összevasalták a fékeket, megnézték, hogy minden rendben van-e vele. Tehát az az autó még tesztet se csinált előtte, teljesen új, a belseje is gyönyörűen ki van dolgozva, ennyire én még nem láttam egyébként szép VRC-t. Gyönyörű a műszerfal is látható benne, hogyha megnézitek, ha visszapörgetitek egy kicsit a videót, hogy kék színű cérnával vannak benne vart részek, illetve az ajtók is annyira ki vannak szivacsozva, ami hihetetlen egy R5-ös vagy egy Rally 2-es autóhoz képest, hogy olyan biztonsági érzete van az embernek benne. Majdnem olyan volt, mint a Bútor-Robi féle Citroen C3 VRC, mivel ugye a Santa Dominicán mentünk, de még komolyabbok voltak benne a szivacs részletek. Úgyhogy ez egy jó kezdése volt tegnap az idei szezonomnak. Most pedig megyek és megnézem, hogy a Turini hágon találok-e egy kis havat esetleg az út mellett. Ha nem találok, akkor sem lesz semmi gond, mert azt gondolom, hogy ennek az esti szakasznak a hangulata az fantasztikus, tajonnal is nagyon élveztem. Úgyhogy gyerünk, nézzük, hogy milyenek lesznek az első éles képek itt a Monte Carlo Rallyn. Fölértünk a Turini hágóra, mínusz 4 fok van. Hó az az úton sajnos nincsen, mellette nyomokban található, viszont rengeteg néző jött el most is a szezon kezdetre. Már javában égnek a tüzek, szólnak a tűzijátékok, úgyhogy egy fantasztikus első szakasz fog következni. Nézzétek meg, hogy mennyien jöttek el, egészen fantasztikus ezeket a pillanatokat átélni. Ezek nyilván ugyanúgy, mint sok egyéb örökemlék marad majd számomra. Hogy megkezdjük most az idei évet, a VRC 2023-as szezonját. Idén is tartsatok majd velem, el fogunk menni ettől egy kicsit melegebb helyekre is majd, illetve a tengeren túlra. Hogy nézzük, hogy hogyan fog elkezdődni a 2023-as VRC szezon itt a Monte Carlo Rallyn. Reggel 4 óra van és indulunk az első szakaszra, ami majd 8.24-kor rajtol, és kezdődik a klasszikus Monte Carlo játék, amikor megpróbálunk havat és jeget találni a szakaszon. 2 órás út vár ránk, menjünk, nézzük a mai napot. Az első szakaszon sajnos nem jártunk sikerrel, és se havat, illetve se jeget nem találtunk, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy átjövünk a másodikra. Egy órát autóztunk még azért, hogy itt is be tudjunk jönni a zárás előtt. Nézzük, hogy találunk-e itt valami érdekeset.
kinéztem egy jó helyet, egy nagy levágós kanyart fogok fotózni, viszont a háttérben észrevettem kettő darab széket, amit jelenleg már nem használnak a nézők. Úgyhogy oda megyek és megkérem őket, hogy vegyük onnan el őket, hiszen nagyon bután néznek ki a képnek a bal szélén az, hogyha három olyan szék lenne, amin nem ülnek emberek. Nézzük, hogy sikerül-e. Elérkeztünk a vasárnapi zárónaphoz, tegnap 22 órát voltam fönt, úgyhogy jól esett a reggeli pihenés. Még jó, hogy reggel ráhagytam egy kis időt, hogy kávézzok majd egyet Gábor barátommal, aki elkísért most a Monte Carlo Rally második felére. Viszont a kávéból nem lett semmi, mert kaptunk egy defektet, úgy várt reggel a bérautó a szálloda előtt, úgyhogy egy gyors orvoslással kezdtünk, de ide értünk időben, csináltam itt pár jó képet. Most pedig megyünk le a pódiumra, ahol megnézzük, hogy ki nyeri meg a 2023-as Monte Carlo Rallyt.